Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk a Hofbergmannon, és folytatjuk a földmunkákat. Ugye az előző részben elvetettük ezt a földet, és most jöhet a hengerezés. Úgyhogy itt van a messzi mögötte egy bérelt henger. Természetesen, mivel csórók vagyunk. Úgyhogy, hát a mai részt azt egy timelapse-el indítjuk, és akkor később majd folytatjuk a kevésbé unalmas munkákkal. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. So many things that I keep in my mind. Call me whenever you need someone, babe. But I am in a dream.
jungle of love. És akkor aludjunk közben egyet. Hoppá! Nagyon elkezdtek termelni a tyúkok, úgy látom, ugyanis nincsen hely tojásnak. Kicsikét pörgetek az időn, mert eléggé sötét van még, és nem is tudom, mivel kéne elvinni tojást, vagy még valahova el le kéne rakni. Mindjárt megnézem, hogy milyen árban van a tojás, mikor érdemes eladni. Novemberben, szóval holnap, ami azt jelenti, hogy holnapig tárolni kéne valahol a tojást. Hozzuk ide ki. Ugye, majd valamilyen traktorra vagy autó hátuljába felpakolom, és akkor el tudom vinni. Volt nekünk itt egy fendünk. Ez az. Na, aminek az elején ilyen plató van. Szóval, hogyha kihozom innen, erre mondjuk szerintem rá lehetne pakolni, és akkor ezzel igazából el is tudjuk adni. Igaz, mondjuk autóval is el tudjuk vinni, de... Hát na, az nem ugyanilyen. Használjuk már egy kicsit ezt a fendet is, mert másra nem igazán tudjuk. Az autó az maradjon meg ilyen kertezősnek, meg ilyen rohangálósnak. Így, és... Object mód. Ez nem tudom, mit jelent ez az object mód, de... Ahogy nézem, nem lehet lenyitni az oldalát, szóval... Bele kell haigálnunk. Semmi probléma igazából, mert... Így még gyorsabb is. Először talán lepakolom arról a kis utánfutóról a tojásokat, szóval ezt szerintem nem fogom még egyszer használni, mert borzasztó bágos. A fizikája így katasztrófa ennek a biciklinek. Mert így jó dolog, meg szépen ki van dolgozva, de hát na, láttátok az előző részben. Ha nem, akkor ajánlom megtekintésre, mert meg fogjátok érteni. Mondjuk valóságban itt szépen összetört volna ez a tojás, de hát farming szimulátorban vagyunk. Szóval kit érdekel? Nos, hogy valamiről beszéljünk is, ne csak a csöndben üljek. Megjelent a Vermeer DLC, amit hát megvettem, előrendeltem. Ugye, gyolcsóbb volt 1 euróval. Hát igazából többet nem hozott, mint vártam. Már mondjuk ez ugye egy egyszerű kis jármű DLC pár eszközzel. Nem kell tőle sokat várni, ugye tartalmaz pár eszközt, illetve amiért én megvettem, az egy önjáró bálázó, de gondolom ezt tudjátok már, mivel volt erről egy videóm. Hát, hogy megérte az árát, azt nem tudom, mert még így nem igazán játszottam vele, kipróbáltam, de abban mondjuk nem vagyok annyira biztos, hogy annyira gyakran fogom azt használni. De azért annak örülök, hogy hoztak egy kis újdonságot a játékba, kicsikét más jellegű jármű is bekerült. Szóval
tegnap volt legjobb árban a tej, majd picit lement az ára, de még mindig megérős, és van 5000 literünk. Szóval vigyük és adjuk el. Mivel vigyük? Igazából van itt ez a tartályos kocsi. Ez egyből itt van a trigger mellett, úgyhogy ez a fend igazából elég is lesz hozzá. Még úgysem használtuk, szóval legalább erre jó lesz. Így, né? Egyébként szeretem ezt a tartályos kocsit, mivel ez ilyen konfigurálható, tehát le lehet róla venni a tartályt is, lehet használni sima platósként, lehet vele bálát hordani, vagy raklapót, vagy ilyesmit. Szóval egészen praktikus, használtuk is 19-ben, amikor kecskéink voltak. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Csak hát egy baj van vele, hogy forgózsámolyos, én meg rohadtul nem tudok még mindig forgózsámolyossal tolatni. Úgyhogy ezért kapni is fogok tőletek kommentben. Meg kollégától, akit ismerhettek a modern géppark kihívásból, tanítgatott engem tolatni több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy mindig kapok tőle, hogy nem tudok tolatni. Úgyhogy ha ezt látod, akkor légy szíves, csukd be a szemed. 2000 years later. Na és akkor te üzemnél tudjuk leadni. Vagy várjunk? Minek adjam én el a tejet, hogyha tudjuk hasznosítani? Most jut eszembe. Szóval van itt egy sajtműhely, vagyis hát egy ilyen tejtermék műhely. Itt tudunk vajat, meg sajtot készíteni. És úgy, ugye csak tej kell hozzá. Hát akkor csináljunk, én azt mondom. Ez a vaj, ez pedig a sajt. Ide jövök szépen a fenddel. És azt hiszem, ehhez fog kelleni majd a vödör. Nem, szerintem ehhez az a tartályos kis kocsi kell, amit a tyúkoknál használtunk. Szóval ez. Nem tudom. Vegyünk még egyet. Az se biztos, hogy működik vele. Végül is, ha egyszer oda volt készítve, akkor valószínű ahhoz való. Szóval szerintem akkor vegyünk még egyet, hogyha nincsen. Nyomunk rá egy spanifert. Annyira jó egyébként, hogy 22-ben le lehet rögzíteni a járműveket, mert nem csúszkálnak ide-oda. Ezt nagyon hiányoltam az előző FS részekből. Szóval örülök, hogy ezt meglépték. Fidelity FX ez meg itt bugol. Egy kicsit. Vagyis hát nem kicsit. Ne kanyarodj be! Ne kanyarodott. Nem baj, megelőzzük. Ez itt a Farming Horizon 5. És most kanyarban előzünk, amit nem látunk be. És most pedig imádkozzunk, hogy működjön, és nem feleslegesen vettük meg. Hoppá. Nem itt kell lejönni a platóról, azt hiszem. Várjál. Ebben hogyan fogjuk áttölteni? Tehát ezt ki kéne tölteni valamiben, és akkor úgy ebbe. Vegyünk egy vödröt. Én mondtam, hogy ez a Farming Horizon 5. Megérkeztünk. Úgyhogy kiveszem a vödröt. És most pedig
most pedig lássuk, hogy ki tudom-e tölteni abból a tartályból a tejet ebbe a vödörbe. Igen. Oké, és akkor először vigyünk a sajt gyárhoz. Ha lehet így mondani. Ez mennyi volt nagyjából? Aha, jó, hát kell egy jó párral. Szerintem az lenne a legcélszerűbb, hogyha megtöltögetném ezt a kis kocsit. Most jól hallom, hogy tölti a magát a vödröt és a... Na várjál! Vagy mi? Aha. Hát jó. Végül is akkor semmi értelme nem volt annak, amit csináltunk, de hát ilyen egy átlagos pazor videó. Ez de menő. És akkor szerintem ebből is meg tudjuk tölteni. Oké. Akkor elindítjuk itt a termelést. Ugye ezt aktiválom, meg ezt is. És akkor... ja igen, azt valaki írt a kommentben, hogy úgy látta, hogy nem indítottam el a gyümölcsösben a termelést, és igen, ezt mondjuk lehet, hogy jobb lett volna alvás előtt elindítani, de nem tudom, hogyan fejezem be a mondatot. Szóval, maradék tejet szerintem adjuk el, mivel nem tudunk vele mit kezdeni. Úgyhogy elmegyünk a tejüzemhez. Azt figyeljétek. Ez már fejlődés. Na jó. Tudom, hogy igazából mezőgazdászok most egyesével tépik ki a hajszálaikat, de nyugalom, mindjárt vége. A lényeg az, hogy meg tudok fordulni, jó? Még egy téma, amit még így fel tudok hozni. Ez a nyár utolsó videója. És hát igazából a nyáron nem tudtam annyi videót készíteni, mint azt terveztem. De hát cserébe éltem az életemet, ezt gondolom ti is megértitek. Ugye ilyen heti egy-két videó volt jellemző. Igyekszem ezt tartani majd iskolaidőben is. Semmit nem ígérek, de igyekszem. Nyilván a minőségre nem szeretném, hogy hatással legyen, szóval ezek a videók mindenképpen megmaradnak, ugyanannyi időt fogok szánni rájuk, illetve ugye a timelapse-ekre is. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyi időm lesz. Mappal kapcsolatban is egyébként elég sok kérdés érkezik. Legfőképpen az, hogy mikor fog kijönni. De most ezekre ne haragudjatok, de nem válaszolok. Mivel egyrészt rengeteg ilyet kapok, másrészt pedig nem tudom. Ennek az oka, hogy egyedül csinálom a mapot, és rengeteg munka van vele. Tehát minden egyes objektumot nekem egyesével le kell modelleznem. Jó, nem minden egyes, de a nagy részüket, tehát... mondjuk megcsinálok egy telepet, akkor az ott lévő objektumoknak a 80-90%-a az az enyém, tehát én csináltam. A többi az pedig mondjuk az alapmapból van kiszedve, valami kisebb dekoráció, azt nyilván nem modellezem le. Én mert egyrészt jobb minőségű, ami alapból megvan a játékban, másrészt pedig, mivel akkor ugye sose lenne kész. És hát igen, ugye nem főállásban csinálom ezt az egészet, tehát nekem is van életem, ezt csak hobbi szinten csinálom. Amikor van időm, meg kedvem, és ez azt jelenti, hogy eléggé lassan haladok vele, ami, hát, ja, marhára frusztráló, de
nem tudok vele mit kezdeni, sajnos. Az a tervem egyébként, hogy először tényleg csak azokat a dolgokat rakom rá a mapra, amik nélkülözhetetlenek, és azt úgy kiadom, és majd később frissítések formájában bővítem a mapot. Így, hát hamarabb hozzájuttok a maphoz, tehát nem kell rávárni annyit, bár mondjuk így is rengeteget kell rávárni. Nem mondod, hogy enyém az izé tejüzem? De, enyém a tejüzem is. Na mindegy, itt hőkezelni tudjuk a tejet, és akkor majd azt eladni. Hát ezt nem is láttam eddig. Jó, nem baj, igazából marhára tetszik ez. Itt egy üzem, és itt hőkezeljük az egészet. Jó, akkor végül is holnapra ebből is lesz valami. Vagy talán még ma is. Úgyhogy akkor ezzel hazamegyek. És akkor még magasabb áron tudunk túladni rajta. És mielőtt befejezzük ezt a videót, nézzük meg, hogy még akkor mi kell a teheneknek. A tyúkoknak van elég étel. Nekik még kellene szalma, illetve TTK, ami azt hiszem még van a keverőben, úgyhogy azt mindjárt odaborítjuk nekik. Ezt pedig inkább csak lerakom valahova, mert nincsen kedvem tolatgatni megint ezzel a forgócsámolyossal. Szóval ennek itt tökéletes helye lesz. Itt nem zavar senkit. És akkor nektek sem kell nézni a szenvedésemet. Ezt pedig visszaviszem a helyére, a fendet. Nem, nincsen, rosszul emlékeztem. Hát jó, akkor keverünk nekik még egy adagot. Remélem, hogy... Ja nem, nincs elég hely megforduláshoz. Vagy de? De. Van hely megforduláshoz, csak tolatni kell. Végül is ez nem forgó zsámolyos, szóval... Ez még megy. És akkor... Okulva az előző hibánkból, akkor először szalmázunk, és akkor csak utána fogunk keverni takarmányt. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Just
Na és szerintem én ezzel a mai videót be is fejezem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!